a Karcolat hallgatóit, Lentulai Krisztián vagyok innen a Karcefem stúdiójából élőben. Reményeim szerint nagyon sokan fogják ezt az adást hallgatni, mert pontosan tudom, hogy a hallgatóink zömében nagyon-nagyon érdeklődőek a rendszerváltás utáni média helyzetről. Nyilván az azelőttiről is, de hogy van egy toposz, amely szerint ez a mostani nagyjából 50-50-50-50-re kihozott média pluralitás, ez korábban évtizedekkel ezelőtt olyan szinten túlsúlyban volt a balliberális oldal felé hogy a valliberális oldal annyira nehezen tudta megemészteni ezt a jelenlegi balanszot, hogy ők már egyenesen azt állítják, hogy jobboldali fölény van, nagyon durván jobboldali fölény. Nyilván nem erről fogunk beszélgetni, de ha valaki a mélyére akar ásni és a történeteit akarja feleleveníteni ezeknek a dolgoknak, ráadásul egy olyan ember szemével, vagy nagyítóján keresztül, aki átélte ezeket, annak ez az adás biztos, hogy fontos lesz. Köszöntöm a Karcefem stúdiójában kollégánkat, az író, újságíró Stefka István, Servus Pista. Servus, én is köszöntöm a hallgatókat. A Pesti Televízió Programigazgatóhelyettese és a Pesti Srácok Lapigazgatója. És egyébként természetesen társműsorvezető kollégánk a Rádió Népszerű Paláver című műsorában. Itt van a könyv a kezemben. Túléltem, mások belehaltak, Stefka István emlékei a média háborúról. Annyira friss még, és ropogós ez a könyv, hogy ö, szerintem még neked is újszerű. Annak ellenére gondolom, hogy az elmúlt időszakban ezzel keltél, feküdtél. Milyen érzés, hogy ez, ez fizikai formában itt van? Fantasztikus jó érzés. Tegnap délután <kös> kaptam meg, és ugye este 17 órakor volt a sajtótájékoztatója a József Attila színházban. Tehát éppen, hogy megérkezett, én se tudtam még átolvasni, de nagyon jó az egésznek a hangulata. Mező Gábor barátom, kollégám szerkesztette, Hud írta azt a részletet, ami a Pesti srácok és a Pesti tévéről szól, és hát Ambrózi Árom, aki hát ilyen művész barátunk, kollégánk, ő csinálta a borítót, a levél, illetve a könyvnek a borítóját. De egyébként zseniális ötlete van, és ötlettel csinálta meg a borítót. Ugye a magyar televízió, még a királyi televízió képét, a szabadság és ott ilyen varjak, a, a, egy fáncsünknek több varjú, tehát a károgó varjuk, ami egy kicsit szimbolikus is, ami arról beszél, hogy, és arról szól az az üzenete, hogy hát nem minden marad a régiben, nem mindig örök, amit öröknek hiszünk, hanem ahogy a varjú is károg, tehát hogy nem érdemes károgni, mert aztán az emberre visszahullik előbb-utóbb. Úgy tudom most a kamera felé is mutatni a könyv borítóját, hogy a YouTube-on, aki visszanézi majd az adást, az rá is tud pillantani, és nekem pedig egy óriási segítség ez a mozdulat, hiszen a hátuljáról fel fogok olvasni önöknek valamit. Havas, Henrik, Farkasházi, Tivador, Forró, Tamás, Mester, Ákos és a többiek mára megkoptak gyakran önmaguk karikatúrái, de a 90-es években még hihetetlen hatalmuk volt. Ők és a hozzájuk hasonló újságírók és tévések kulcserepet játszottak abban a gátlástalan lejáratásban, amelyel megpróbálták megbuktatni és befeketíteni az Antal kormányt. Erről szólt az a médiaháború, amely 1990-ben tört ki, de valójában még ma is tart. Na most, ha a jelenben még ezt írod, hogy ma is tart ez a médiaháború, akkor egy picit kezd értelmet nyerni az az alcím, amelyben a főcím alatt megnyerhetetlen médiaháborúról beszélsz. Miért adtad ezt az egészen figyelemfelhívó jelzőt? Mitől megnyerhetetlen ez, és miért érzed annak? Azt kell mondanom, hogy és most, mint az újságíró beszél belőlem, hogy se jobb oldalon, se bal oldalon az újságírók ezzel a média nem nyertek, bár a média irányította, idézőjelbe a politikát, látszólag, a háttérben politikusok és különböző titkos szolgálatok emberei húzódtak meg, főleg az Első időszakban, legalábbis az első tíz évben, de még ma is itt vannak közöttünk. És ebben ugye ebben a háborúban jobb és baloldalon szedte az áldozatokat. Azért ez idegileg tönkretette az embereket. Például Gádor Iván, aki egy, hogy mondjam, egy nagyon liberális újságíró volt, ő volt az, aki ugye a Fideszre azt mondta, amikor ugye a Fidesz felhagyott a liberális politikával, legalábbis a többség, és áttért a nemzeti politizálásra 93 környékén, akkor ugye Gádor Iván mondta, hogy a szemétkosárból szedtünk ki benneteket, oda is dobunk vissza. Na most ő mm miután egy eléggé érdekes, tehetséges újságíró volt, de összeférhetetlen, és egyik helyről rúgták ki, majd vették föl, tehát ide-oda. A lényeg az, hogy azt kell mondanom, hogy az első áldozatok közül éppen Gádor Ivánt szedte. Tehát nem volt nyertes, hiába ezer dolgozott a nemzeti jobboldali újságírók ellen. A másik nagyon jelentős áldozata volt a média háborúnak, és ez sajnos ez nyomot is hagy bennem, egyik legjobb barátom, Szent Mihály Szabó Péter író. Ő volt az, aki, aki egy nagyon tehetséges, nagyon jó stólú, jó szemű író, újságíró, tulajdonképpen 40-50 éven keresztül voltunk barátok, és amikor ugye kinevezték őt, ez már az Orbán kormány idejében van, római nagykövetnek, Rómában nagykövetnek, akkor iszonytató támadás indult ellene, le antiszemitizták, antiszemitizmussal vádolták, rasszizmussal, tehát minden olyan jelzővel, ami nem volt igaz, hiszen ez egy mélyen vallásos keresztény ember volt, és vissza kellett neki mondani a nagyköveti kinevezését, nem azt mondom, hogy kellett, hanem úgy érezte, hogy morálisan tovább nem maradhat, nem úszhatja, a jobboldali kormányt ilyen nehéz helyzetbe. Ugye azt tudni kell, hogy éveken keresztül egyrészt a KDMP-t támogatta, aztán több csurka rendezvényen lépett fel, emlékezetes talán a legemlékezetesebb verse, még a, a Gyurcsány időszak alatt, amikor megírta a térdre magyar című versét, és és egy nagyon remek figura volt, és ebbe belebetegedett, hogy, hogy egyszerűen semmi, hogy mondjam, tolerancia, szimpátia nem érte őt a baliberális oldalról, és addig nyomorgatták, addig írták a, a vádló, igaztalan, hazug cikkeket, amik belebetegedett, és hát nagyon gyorsan meghalt. Tehát ö, több áldozata volt itt azért, hogy mondjam, az újságírók kapták a cukorbetegséget, a, a ugye azt magas férnyomást, a kérdeni, minden, hogy a, tudod? Az áldozatot ugye az eredeti értelmében és az átvitt értelmében is nézhetjük. Átvitt értelmében politikai vagy szakmai áldozatokról beszélhetünk, és amiről te beszélsz, azok fizikai értelemben kóros megbetegedések, adott esetben halál. És ezt nézted végig? Hát ezt is gyakorlatilag az, azt, hogy a politika, ugye szokták mondani, pontosan itt ugye nem a hála kategóriájához tartozik, és, és szóval azok az újságírók, akik túlságosan kiszolgálták egyes politikusoknak az akaratát, kívánságait, és amikor bajba kerültek, akkor az újságírók ugye a parcére kerültek. Egyébként ez a jobb oldalra is jellemző volt, nem csak a bal oldalra, tehát a baloldali politikusokról beszélek, hanem a jobb oldali politikusokról. És ebben nagyon sokan, sok újságíró belebetegedett, hát attól, hogy egzisztenciálisan hirtelen megroppant a körülöttük minden is. Hát ezeknek az embereknek mind családjuk volt, vagy családjuk van, gyerekeik, és különböző kötelezettségeik voltak, és hirtelen elvesztették az állásukat, és nem tudták fizetni a tartozást. Tehát emberek, ugye nagyon sok újságíró ebbe betegedett bele, ezért adta fel aztán a pályát. Tehát ez nem egy egyszerű dolog volt, ugye, ami, ami, történt, és, és azt lehet mondani, hogy, hogy mondjam, 1990-ig, aki abban az időszakban volt újságíró, egy viszonylagos nyugalom volt, hogyha nem lépte túl azt a határt, hogy nem beszéltél 56-ról, mint forradalomról, szabadságharcról, ha nem beszéltél arról, hogy Kádár János hatalomra jutásával milyen megtorlás volt, hány száz fiatalt, munkást, egyetemistát, értelmiségét végeztek ki. Ha nem beszéltél arról, hogy szovjet megszállás alatt van az ország több mint 45 év, Vég, akkor azt kell mondanom, hogy akkor nyugton hagytak. Ja. Ez nem jelenti azt, azért azért ezt tudomásul kell hogy volt egyfajta nagyon jó újságírás, az ország minden más témájáról beszélhettél. Tehát a társadalmi feszültségekről, a vidék népéről, tehát mindenről beszélhettél, de ez volt az a kulcs három, ugye gondolatkör, amivel nem foglalkozhatál, hogy ezt nem szekted meg, akkor elvileg akkor hagytak élni. Uh -huh. Na, de hát mindenki akart élni, azért nehogy már úgy csináljunk, hogy hogy mindenki ellenálló volt, Demszkin, meg, meg Rajkom, meg Pető Ivánon kívül, tehogy hogy ö, voltak ugye az embereknek, ők nekik meg volt engedve az ellenállás. És erről nem akarok ebben mélyen belemenni, de ők családi kötelékek miatt tehát ellenállhatnak a rendszernek Természetesen nem a kommunizmus kifogásolták, hanem azt, hogy kezdett puhulni a kommunizmus. Mm. Tehát az ellenkezője történt. De minden esetre, tehát a, összegezve azt kell mondanom, hogy hogy a... A magyar újságíró társadalom nem nyert ezzel a háborúval, ahogy most sem nyer. Tehát véget kellene elvileg vetni ennek a mérhetetlen gyűlölködésnek, amit azért meg kell mondanom, hogy elsősorban hát a baloldal És ez nem azért, mert mi nemzeti elkötelezettségű keresztény, újságírók vagyunk, konzervatív gondolkodásúak vagyunk, hanem az alapállása a liberalizmusnak, a, a bolsevik gondolkodásmódnak az alapul, alapállása az árulás, a hazugság, a dezinformáció, a gyűlölködés. Én most nem akarom, hogy, hogy azt higgyék, hogy én túlzásba esem. Tessék elővenni a, a különböző lapokat, internetes újságokat, telexet, meg a 444-et, a pont t a hazugságok és dezinformációk tömkelegét lehet elolvasni. Amellett, hogy egyes újságírókat kedvelek például Nagy Józsefet, én nagyon kedvenem a Nagy Józsefet, de, de hát be van kötve, hát be van oda kötve, onnan nekünk kapja ez a, a Nekünk ez a coming out kedve a Igen. Igen, tehát sajnálom, ugye, hát onnan kapja a fizetését, Ebből mindjárt azt is mondtam, hogy nincs független újságíró. Nincs egyébként, és visszatérve Nagy jóskár és Hont Andrást is is sorolom, hogy az ő írásaikon látszik az a meló, amit beletettek, mert sokaknál még azt sem látszik. M még Legalább e megpróbálnak igen. korrektek lenni valamennyire, igen. Nagyon érdekes, most a 80-as évek végében még bele akartam volna menni, és bele is fogok menni, de most, amit említettél, hogy még a mai napig is tart, ez, és nem misszítjük. A könyved végén van egy lista, amelyben a könyvben szereplő nevek, újságíró nevek, vagy bármilyen felmerülő név ki van listázva, hogy melyik oldalon merül fel az adott ember neve. Ez egy nagyon jó, nagyon jó dolog, nem minden könyvben van így. És teljesen milyen a sors? A szemem pont egy olyan névre tévedt, aki egyértelműen nem a mi oldalunkon állt soha, már nincs az élők között, viszont hihetetlenül tiszteltem a, a tévés munkásságát, és ha valakin, akkor rajta a tévés munkáin nem igazán éreztem azt, hogy abba az irányba húzna, amifelé egyébként húzott őt. Baló Györgynek hívják, és amikor azt mondtad, hogy adott esetben te még hajlanál is, nem ezt fo nem így fogalmaztál, de nem te vagy az akadálya egyfajta megbékélésnek ennyi idő után, de voltak karakterek, és valószínűleg a karakterek döntik el, mert egy Juszt Lászlóval nem tudsz kiegyezni, de egy Baló Györgyöt ég is el lehetett fogadni ö, még életében, Tehát hogy, hogy mit, mennyire számítanak a személyiségjegyek ehhez a háborúhoz? Lehet, hogy ez a könyvben talán nincs benne, de én azt gondolom, hogy olyan aljasságok, akár a te példádon keresztül, ahol ürülékkel ö, kenték be a, nem is tudom, olvastam bele, lapoztam. Nem, a... egy WC csészét helyeztek ja, a kertem kapujába, tele ö, emberi ürülékkel. ürülékkel, és oda volt író egy fehér lapra, hogy ezt neked pistám. Hát én hangulatos volt. Tehát szóval azt akarom mondani, hogy van egyrészt az ideológia, ami, ami valami fajta ellentétet okoz, nem kicsit, és azon belül pedig vannak karakterek, ami mélyíteni tudja ezt. Hogy látod, kik, kik lehettek azok, akik ebben a háborúban egyébként talán még ők maguk is szégyelték azt, amit tettek, csak be kellett állni a sorba a túloldalról. Hát nézd, valóban éles határvonalat lehet húzni újságíró és újságírók között igen. a baloldalon. Ugye a Baló György az külpolitikai dolgokkal foglalkozott. Baló és házasságban György, ért Morvai Krisztinával, ami egy pikáns igen, dolgot tett. Igen, egy nagyon egészség. tehetséges ember volt, de elkötelezett, hogy mondjam, baloldali volt, Valóban azt kell mondanom, hogy a rendszerváltásig természetesen nem lehetett érezni, hogy ki is ez a való György, de azt tudtuk mi újságírók, hogy az, aki a világot beutazza, és onnan különböző interjúkat, riportokat hoz, az csak igen megbízható ember volt. Hát ilyen volt az Acél-Endre, Acélbandi. Hát nagyon sokan, ugye, H hogy mondjam? Krudinák volt az üdítő kivétel? A krudinák és a sugár, azért nagyon érdekes, ez, ez is mondom. Attól, hogy valaki Moszkvában végezte ezt a e, újságíró e, nagyon magas szintű akadémiát, ahol több nyelven tanultak, attól még nem lehet tehát pontosan tudni, hogy ki hova kötelezte el magát, mert azért egyet azért, Tudomásul kell venni. 1948-tól 89-ig igazából nem fedhetted fel, hogy ki vagy. Nem véletlenül Anta Józsefnek az a zseniális mondása, hogy alámerült. Tehát ő alámerült 57-60 után, amikor amikor ugye kirúgták a Tódi gimnáziumból, és kiderült, ugye, hogy 56-os és minden egyéb szervezkedésben részt vett. Alámerült, mert jobbnak látta az alámerülést, mert ha felszínen marad és megmutatja, hogy ki ő, akkor valóban nem lehetett volna az orvostudományi könyvtárnak a, a, a főigazgatója. Tehát ez ugyanez volt, hogy én azt mondom, a rendszerváltás az egy választóvonal. Aki a rendszerváltáskor arra a demokratikus átalakulás mellé állt, amit az egész társadalom, magyar társadalom többsége akart, akkor igazából, ha nem gyilkolt és nem vett részt a megtorlásban, nem volt pufajkás, nem volt munkásőr, akkor igazából attól, hogy pártag volt, még attól meg lehet bocsátani. Nagyon sokan ezt tették, hogy ö, megtalálták azt az utat, amire vágytak. Nagyon-nagyon sokan mi erre vágytunk, hogy végre parlamentáris demokrácia legyen, több pártrendszer lehessen utazni, stb. stb. De visszatérve balóra, és a másik ilyen, egy, egy emblematikus figura volt a Betlen János. Kommunisták voltak ők alapvetően, liberálisok, kommunisták. A Betlen János most itt a könyvbemutatón monott ott volt, meghívtam. Azonnal igent mondott? Azonnal igent mondott, holott ő volt az, aki velem közölte 94-ben, mikor kijött a Horvát Ádámtól, a Magyar Televízió elnökétől, akkor a Horgyula által kinevezett elnöktől, hogy sajnos Pista ki vagy rúva. Mert én is vártam arra, hogy megbeszéljük, hogy mi lesz a sorsom, mint híradó és hét megbízott főszerkesztőjének. És akkor Betle Jani volt az, aki oda jött, mert már akkor őt nevezték. És a János ugye nem rossz indulatból mondta, hanem tényként közölte, hogy legalább tudjam, amikor én bemegyek a horvát Ádámhoz és ugye az alelnökéhez Széke Ferenchez, hogy mire készüljek. No, nem is ez a lényeg. Ő ezt, ezt önszántából tette, vagy kö neki? Most tegnap ugye ott volt a József Attila színházak, a és ő azt mondja, hogy ez tulajdonképpen hiúság, hiúsági kérdés volt, hogy őt kérte fel az SD-s és az MSZP, hogy legyen a híradő és a hétfőszerkesztője. És később jött rá, hogy mekkorát hibázott, és nagyon sajnálja az, ami történt meg is vallja, hogy ő kommunista családból származott, hiszen gondoljunk, ugye őnek az édesapja Betlen Oszkár a szabad nép főszerkesztője volt. Na most ezek az emberek, mint Betlen Baló, azért azokban a 60-as években, 70-es években, amikor mi be voltunk zárva, vasfüggöny választott el bennünket nyugattól, még álmodni sem merhettünk, hogy mondjuk eljussunk az Oszfordra, vagy Harvardra, tehát olyan egyetemekre, vagy Bécsbe, ahol, vagy Szorbonra, ahol lehetett tanulni, na ő nekik ez a kapu nyitva itt volt. Tehát nem véletlen, hogy perfektül beszéltek, ahogy a Jani most is, ugye angolul, olaszul, perfektül beszélnek, hát kint tanultak, ezt itt nem tanulhattad meg, Hát ugye bebizonyosodott, hogy orosz se tanultuk meg, mert igaz, Szovjetunióban sem nagyon utazhat, tehát sehova nem utazhattunk. Tehát ezek az, az emberek, akik, akik tényleg felszívtak olyan nyugati kultúrát, meg emberségben is alapvetően emberek voltak, ezekkel lehetett szót érteni, de kiszolgálták azért alapvetően a, a kommunista rendszert. Az a másik oldal, ami Just László, Havasárik, meg ezek, ezek a különböző figurák, egyik művelt volt, a másik műveletlen, és ki tudja, hogy be voltak-e kötve, ügynöki feladatot láttak el. Az újságíró társadalomban nagyon sokan, nagyon sokan szolgálatot teljesítettek. Tehát azért tudomások kell venni, és még, még hosszú ideig közöttünk voltak. Ugye nem akarok neveket mondani, bár mondhatnék, de akár a magyar nemzetben hosszú ideig ugye ott tündököltek, és akár az Antal kormány is több olyan újságírót küldött például a Párizsi nagykövetségre sajtóattasénak, aki élvonalbeli komcsi volt, tehát nincs miről beszélni, de hát ilyen volt akkor a világ. Tehát most lassan tisztul, de azért ne felejtjük, és én ezt mondom, azzal, hogy az öregek meghalnak, nem szűnik meg ez a két oldal, csak változik. Tehát ugye indult a bolsevizmussal, aztán ugye stalinizmus, rákosi, minden, aztán liberalizmus, most meg a globalizmus van, tehát és másik az, hogy azért valljuk be apáról, fiúra, anyáról, lányra szállnak a azok az ideológiai kötelezvények, amiket az ember otthon tanul. Én se véletlenül gondolkodom így, mert hiába tanítottak minket a Rákosi korszakban, Kádár korszakban olyan pedagógusok, akik fejünkbe akarták verni azt, ami ugye a Szovjetunió és a kommunizmus szépségeit, ha otthon egész másról volt szó. Ja, és még egyet hozzáteszek, azért még a mi korosztályunkat olyan pedagógusok tanították, akik a régi rendszerben kapták a diplomájukat. Igaz, hogy hogy főként matematika, fizika, biológia, földrajz tanárok voltak, mert a magyar történelemtanárokat mindenhol leváltották, de azok között is volt több rendes, de ezek a, a reált tárgyakot tanítók ezek zseniálisak voltak, mindenbe belevitték azt a politikai mellékzöngét, ami, 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 kellett ahhoz, hogy, hogy az ember felszívja magát, meg önmagába, hogy milyen könyveket ajánlottak, tudod? Nekem az első könyveim, ugye olyan könyveket ajánlottak a, ezek az emberek, a, a, ami elgondolkodtatta az ember, tehát akár... Ugye Thomas vannak a Dr. Faustus, vagy Romer Rolandnak a Jean-Christophe sorozata, és ezt a tíz kötetet én 15 éves koromban el is olvastam. Ezek mind messze ható élmények voltak, és ezek tanították az embert arra, hogy milyen legyen. Tehát ez nagyon sokat jelent, ezért nagyon fontos lenne, hogy a mai fiatalok olvasanak. De nagyon nagy problémát fog ez majd a későbbiek folyamán jelezni. Innen folytatjuk majd Stefka István a mai karcolat vendége. Túléltem, mások belehaltak. A média háborúról írt Pista egy könyvet. Lentulai Krisztián vagyok, elvonulunk egy kicsit zenélni itt a Karcolatban, és utána folytatjuk Stefka Istvánnal. Stefka István író, újságíró a mai Karcolat vendége. Hát sok mindenből kimaradnak a hallgatók egy zene alatt, amikor a műsorvezető a vendéggel beszélget, kikapcsolt mikrofonnál, de azért ebből egy picit idézzünk be, ne maradjanak ki a Karcefem hallgatói. Volt egy nagyon erős napközben című műsor, aminek te voltál a, a vezetője. Nem, helyettes voltam. Helyettes Petres, voltam. Pista volt a rovatvedő. De beosztottja, itt voltak olyan nevek, aki amely neveket egyébként aztán már az ellenoldal ölelt a keblére. Rózsa Péter, Rangos Katalin, Havas Henrik. Rangos Kati, Havas Henrik nem, hanem ugye Rózsa Péter volt a pásztor Magdolna, tehát Rózsa Péter, pásztor Magdolna, akik ilyen komolyabb nevek voltak, és az ellen oldalon aztán megtalálták önmagukat. Milyen volt velük dolgozni? Jó, jó, nagyon jó kollégák voltak, jól csinálták, tehetségesek voltak, de hát aztán mérhetetlenül eltávolodtunk. Hát nézd, azért... Egyet ha Havas lát... ugyanezt nyilatkozná rólad utólag, hogy jó volt veled dolgozni? Nem, nem tudom, nem tudom. Nézd, a, 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 amikor 1989-90 között, ugye, amikor formálódott az új demokratikus rendszer, akkor, amikor győzött az MDF, akkor, és én megjelentem a hét című, ugye, vasárnapi politikai műsor vezetőjeként. Ez az egyik legnézettebb műsor. A, a legnézettebb? Négy, négy és fél millióan nézték. Hát mai, el... mai szemmel jó, több televízió van, de hát a, a töredékének. Örül, Így örülne van. mindenki. Így van, hát hallottam, hogy volt, aki Balatonról rohant föl, hogy megnézze a hetet. És hát én havonta kétszer vezettem, megszerkesztettem. Na lényeg az, hogy, 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 hogy amikor ezt meglátták, 90 nyarától, őszétől, akkor, a, akkor, még a Magyar Rádió munkatársa voltam, ugye a napközbennek a Komár oltvezetője a voltam. Akkor kérlek szépen a Pagodában, ez a híres Igen. hely, ahová színészek, újságírók, közilet emberek jártak, Pagodában a régi jó barátaim elfordították a fejüket. Azt nem mondanám, hogy barátaim, hogy akikkel együtt dolgoztam. Hát olyan, olyan régi kollégák voltak, akik nem akartak már szóba állni velem. Emiatt, tehát a gyűlölködés, ezért mondtam én az első fél órában, ez nem innen indul. Tehát attól, mert én másképp gondoltam, attól nem kell elfordítani a, a fejet. Hát ilyen volt egy, tehát hát a, szóval nem állt, a, ezért a havastól, forrótól kezdve egyszerűen már nem voltam, nem számítottam, közéjük az újság, mert, mert mi az összetartottunk, összetartottunk a rádiósok. Ott volt Szente Laci, akit, akivel nagyon jóba voltam, és teljesen megfordult, és megőrült, ami, ami ott történt. Tehát teljesen úgy gondolt, hogy az sds és az MSP a világ. Nem tudták elfogadni, hogy az MDF győzött. Hát ez, ez a taxis is ezt mutatja, ezt már az SZDSZ szervezte, és Balsai István, igazságügyminiszter, egykor igazságügyminiszter mondta egy műsorban nekem, még halála előtt, hogy ez ellenforradalmi lázadás volt. Egy lázadás volt, a törvényes kormányt akarták megdönteni. Tehát ez nagyon komoly volt, és ez a demokratikus kárta mozgalom is ebből indult farkasházi tivadar és a többieknek a, a szervezésével. ez Erről szólt ez a történet. Tehát uh, itt azért látni és így, kell, ugye hogy. Ez az időszak volt Bánónak az elhíresült musteres története is? Az igen, 90 94 ig ugye akkor már főszerkesztő helyettes voltam a, a Híradó hétnek, ugye Pál Fegépista volt a főszerkesztője, és éppen Császár Attila volt az, aki 93-ban, ugye szól nekem, éppen akkor én szerkesztettem a Híradót, a hetet, jön az Atti, hogy te figyelj, Pista, gyere, nézed meg ezt a képsorokat, és akkor ugye visszapergette az 1992-es Göncárpád 56-os vért vagy akart beszédét, és kiderült, hogy, hogy akkor, amikor, ugye, mert a valóság az volt, ugye, hogy az 56-os volt kollégai raptársai kifütyölték Jönc Árpádot azért, mert nem volt hajlandó aláírni a kormány által előterjesztett, a parlament által megszavazott 56-os nyugdíjak emelését, és különböző olyan jutatást, tehát ezek az emberek évtizedekig nyomorban éltek. Egyrészt börtönbe töltöttek 8-10 évet, és utána meg olyan szegények voltak, mint a templom megér. Na most, tehát kiderült, hogy a raptárs, a barát, Gönc Árpád, köztársaság elnök, az már nem barát, és, a, és ezt úgy volt megmanipulálva, és ezt a csasi fedezte fel, hogy akkor, amikor ugye kifütülték a, a Göncárpádot, akkor esett az eső már. És egy előző képet vágtak bele, ugye mert arra hivatkoztak, hogy azért hagyta ott a pódiumot Göncárpád, mert kopaszok és és fasizták uh -huh. menet, futottak el, meneteltek el a pódium előtt. És akkor, ugye, amikor ezek elmentek, és ők mentek előbb, el, akkor száraz volt a, a talaj. Aha. Tehát ezt a kettőt hasonlított össze, és utána aztán a, itt a perben bánóknak adtak igazat, de hát a bíróság olyan, amilyen. A lényeg az, hogy hogy viszont a Sony, amivel fölrakták, a, a, amivel felvették ezt az egészet, az viszont bebizonyította egy nagyon komoly vizsgálat után, hogy megvírmanolták a, a, a kazettát. Tehát itt nincs miről beszélni, az ma is ugye ténykérdés, de a bíróság miután a, a bánulnak adott igazat, tehát erről már nem érdemes beszélni, de ez nem az egyetlen egy ilyen történet. Ez egy legendás mondjuk. Igen, de, de annyi ilyen történet volt. A legkeserűbb történet azért mégis csak az volt, hogy amikor megalakult az első szabadon választott kormány és Antal József esküjét és a minisztertársainak az esküjét nem láthatta a magyar társadalom, mert a begdöntött vagy nem tudom milyen döntőt ö, ö, emelték be, és az, azt sugározta a magyar televízió, holott ö, milliók arra vártak, hogy végre lássanak egy szabadon választott több pártrendszerből összeálló kormánykoalíciónak az eskét, melyet nem is láttak, én se láttam mondjuk ennyire öreg nem vagyok. Én se láttam. Ugye 47-ben ez megszűnt, 1947-ben ez a úgymond demokrácia. Tehát az volt a legdurvább. Hát tulajdonképpen nem innen számítható a média de gyakorlatilag a médiaháború egyik nagyon-nagyon fontos része ez volt, ugye? A rossz nyelvek szerint, ugye Vitrai volt akkor az ügyeletes, és ő volt akkor a, uh -huh. a főintendás, ő, ő döntött erről a kérdésről. Hát a másik óriási, ugye média háborús dolog az pedig az volt, amikor jöttek az önkormányzati választások, Antal József miniszterelnök tartott egy fontos beszédet arról, hogy a demokráciáról arról, hogy mit akar a jobboldali kormány minden, és ugyanakkor fel lett ajánlva a köztársaság elnöknek, ugye, akit az SZDSZ jelölt, tehát ő SZDSZ-es színekben volt, bár hát ugye ma pártatlannak próbálják beállítani, ő viszont azt üzente, hogy ő nem hajlandó nyilatkozni, és akkor a tévének az akkori vezetése, már akkor a hangkis elemér úgy döntöttek, hogy már pedig akkor egyik sem megy le most egy országban, ahol, ahol éppen újra alakul a demokrácia, a polgári demokrácia, ott letiltani egy miniszterelnöknek a beszédét, ez elképesztő volt. Na, szóval ezek voltak azok a forpontok, amiből egyre, egyre jobban eldurvult ez a csata. A könyvben elég jelentősen részletezve van a honkormány időszaka, illetve az Antal kormány időszaka, és talán kevesebb szó esik a frissebb évekről, de hát most mi számít frissnek. Viszont mindenképp kíváncsi vagyok a véleményre, nem nincs már sok hátra mai karcolatból. Említettél egy anekdotát a beszélgetés szünetében nekem, miszerint Holna azt mondta, hogy minek ide Akkoriban honkormány alatt ellenzéki újságírás, hiszen a népszabadságban létezik egy ilyen szekció, megoldják azt is. Viszont létezik egy másik hasonlóan elhíresült mondat, Megyesi Péter szájából már, miután az első Orbán kormány elvesztette a, a, a választásokat, hogy ha média kell maguknak, az akkori jobboldalnak, akkor vegyenek maguknak, csináljanak tévét. És aztán ez valóság lett. Hogyan emlékszel erre az időszakra vissza, amikor, amikor teljesen mondhatnia semmiből elindult a hírtelevízió, és aztán jött a Lánchíd Rádió, a Magyar Nemzet nyilván már Liszkai Gábor irányításával volt egyfajta hang, de televíziója nem volt ennek az oldalnak. Erre az időszakra, hogy emlékszel vissza, ez is egy bizonyos része ennek a média háborúnak. Nézd, a Hornyula komolyan gondolta miniszterelnökként, hogy a Népszabadság az mind a két oldalt képviseli, úgy, ahogy Márki Zaj komolyan gondolja, Tehát hogy... Tehát még ő... csak nem is cinizmusból mondta, hanem ő, ő ezt ilyen, így Úgy, gondolta. ahogy Márki Zaj komolyan gondolja, hogy a kommunistákat is képviseli ez a baloldali ellenzék, meg a fasiztákat is. Tehát ez egy érthető dolog. A lényeg az, hogy hogy a Antalkon egyáltalán nem vette komolyan a sajtót, ő nem gondolta, hogy ennek mekkora hatalma van, aztán az Orbán kormány, az első Orbán kormány kezdte érezni, hogy itt, itt nem fog tudni, hogy mondjam, nagy győzelmet aratni, és lehet, hogy nem is jut hatalomba, ha nem csinál magának sajtot, és akkor történt, hogy az, hogy beindult 97 végén, 1997 végén a Napi Magyarország, aminek én főmunkatársa voltam, Kiváló uh, újságírókkal, Bajer Zsolttal, uh, Ludvig Emillel, Ugrón Mikivel. Uh -huh. Tehát nagyon-nagyon komoly csapat volt, és, uh, és akkor egyre inkább érezte a Fidesz, hogy ez még mindig nem elég, és akkor uh, sikerült megvenniük a magyar nemzetet, és uh, akkor Liszkai Gábor uh, került a nem csak igazgatónak, hanem főszerkesztőnek is, és akkor az alatt a két év alatt, 2000-től 2002-ig nagyon-nagyon megerősödött a jobboldali sajtó, de még mindig 80 os túlsúlyban volt a baloliberális sajtó, és ez a vereség aztán végleg kiózanította a Fideszt, és a jobb oldalt, hogy itt rádió, televízió nélkül, saját televízió, saját rádiókkal nem fog menni, és akkor a hirtévén megalakult, ugye ezek ugye nagyrészt ugye a Simicska Lajos, de nem csak Simicska Lajos nevéhez fűződik, hanem maga a Fidesz nevéhez fűződik, és akkor egymás után ugye megszületett a Láncirádió a másik oldalon, illetve a jobb oldalon, csak egy másik irányból, vagy a szélesgából megcsinálta az Echo televíziót, akkor a magyar hírlapot, amit aztán nem kis büszkeséggel mondom, én vittem teljesen jobbra, mert én lettem a Magyar Hírlap főszerkesztője 2008 elején, és ugye akkor már olyan nevek dolgoztak, Bajer Zsolt, Hud Szentesi Zöldi Laci, a Bogártól, Bírótól, Borostól kezdve olyan publicistáim voltak, ami szóval egy nagyon-nagyon erős lap lett, a, és a 8000 példányban eladott lapból 35000 ezer példányban eladott lap lett. Tehát egy, egy ami gyakorlatilag nagyon-nagyon sokban hozzájárult, a 2010-es választások győzelméhez és magának a békemenetnek a megszervezéséhez. Tehát ma már a Fidesz is látja, hogy mi a helyzet, és ma már ugye erősítés a, a, a médiáját, de egy valamit azért el kell mondani, hogy most, hogy dúl a háború a szomszédunkban, az ukrán-orosz háború, ez egyet tudomásul kell venni. A globalista, liberális média világ óriási hatalomra tett szert, képesek olyan mesterséges valóságot előállítani, aminek az ellenkezője sem igaz, képesek a hazugságot, a dezinformációt igazságnak feltüntetni, ami ilyen alapon képes háborúkat kirobbantani. Gondoljunk csak Irakra ahol vegyi fegyverekről ugye szajkozott a, 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 világ médiája, és természetesen nem volt vegyi fegyver. Ugye kitört az iraki háború, Afganisztánra gondoljuk, és most az orosz ukrá háborúra, hogy mi történik, és ma már ott tartunk, hogy ugye az ukrán, ukránok be akarják rántani Európát, és Amerikát, a NATO-t be akarják rántani a háborúba. Világháborút szeretnének. És kinek kell ez? Szóval a, ebben a média, sajnos a, a, a nem tisztességes média, és én sajnos a globalista médiát nem tartom tisztességesnek, képes bármire a pénz és a hatalom érdekében. És ezért nagyon veszélyes most ez a történet, azért kell nagyon észnél lenni, pont április harmadikán a választáskor, Igen. hogy hogy hova tesszük le a voksot, és háborút akarunk, vagy békét, amit ugye Orbán Viktor is ugye normál, keményen megfogalmazott, és azt akarjuk, hogy legyen továbbra is demokrácia, béke és fejlődés, vagy ezekre az igazából háborút, fegyverszállítást akaró ellenzékre szavazunk, a bal liberális ellenzékre, gyurcsányistákra, márkizajokra, meg ezekre. Tehát ezt most nagyon meg kell gondolni. a rutinos tévés, rádiós vagy, ha azt mondom, hogy egy percet lesz válaszolni a műsor végén a kérdésemre, akkor meg fogod oldani. Itt van a kezemben ugye a könyved a média háborúról, és hogy nyilván vegyék meg, olvassák el, tényleg izgalmas kordokumentum tök jó archív képekkel, az is egy másik kérdés, már nem tudom föltenni, hogy ezek honnan voltak meg, nagyon jó képek vannak, de valami pozitív kicsengést adjunk. Hiába gondolod úgy, hogy tart még ma is ez a média háború, öreg fejjel, nagyon fiatal, szemtelenül fiatal kollégák között dolgozol, ezt adta az élet a Pesti srácokban és a Pesti tévénél. Látod-e az utánpótlást ebben a generációban, és milyen érzés neked köztük lenni? Nagyon látom, és tele vagyunk tehetséges fiatal emberekkel, lányokkal, fiúkkal, öröm velük dolgozni. Én nagyon örülök annak, hogy beavathatom a szakma rejtelmeibe, és hallgatnak is rám, és én azt mondom, hogy, hogy igenis van jövő, mert mi is voltunk fiatalok, és mi is átvettük valakiktől a stafétabotot, és én úgy érzem, hogy, hogy ez a ez a versenyfutás, ez, ez azért a, a, azt fogja eredményezni, hogy a jobbnak kell a tisztességesebbnek, az erkölcsösebbnek kell győzni, és ebben a mai fiataljaink a pesti srácokban, pesti tévében, akár nyilván a hírtévében, a Karcefenben is jelentős szerepet fognak kapni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, a könyvhöz sok sikert, illetve hát innentől már elengedte a szerző a könyvet, innentől már a piac dönt. Hát igen, a könyvesboltokban fogjuk lehet kapni, és a pesti srácokban is fogjuk terjeszteni majd. Stefka Istvánnak köszönöm szépen, hogy elfogadta a Karcolat műsorban a meghívásunkat, és hát lesz még ma dolgod itt nálunk, csak az én székemben. Így van, fél négytől így van. Ez volt a Karcolat, lentulai Krisztiánt hallották, további jó rádiózás viszonthallásra.